Fesztiválok és koncertek plakátjai augusztus 15 utánra szinte egy egész nyárnyi zenés-táncos rendezvényt hirdettek meg. A zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó hatályos szabályokat augusztus 15-e után is fent fogjuk tartani. Vagyis továbbra sem lehet 500 fő feletti koncertet vagy fesztivált rendezni. Ez itt a nagy színpadunk helye, ma. Nemrég eldőlt, hogy idén így is marad. Így kommentálták a döntést a Fishing on Orfű fesztivál szervezői. A posztban azt is kérik, hogy aki megteheti, a jegyárnak csak egy részét igényelje vissza. A Strandfesztivál oldalán is arról írnak, hogy ha lehet, inkább ne váltsák vissza, hanem használják fel jövőre a jegyeket. Hiszen a likviditás működés szempontjából ez egy olyan problémát jelenthet, hogyha nagyon nagy számon kell visszaadni jegyeket, amit nagyon nehezen oldanak meg fesztiválok. A kormány azt ígéri, a fesztiválok szervezőivel külön egyeztetnek, a könnyű zenei ágazat megsegítésére pedig elkülönítettek 5,3 milliárd forintot. Egy olyan programot indítunk, amelynek keretében garázs koncert sorozatok lesznek. Ezeket a felvételeket mindenki számára elérhetővé fogjuk tenni. Ez a magyar könnyűzenének, illetve a velük dolgozó technikai személyzetnek is komoly segítséget jelent. A kiválasztásban neves zenei producereket fogunk bevonni. Likó Marcell, a Vadfrutik énekese azt mondta, a döntés nem volt meglepő. Szerinte az viszont kérdés, hogy a garázs koncertekkel hogyan tudnak a technikai stábnak segíteni. Nem a zenészeknek van erre főként szükségük, hanem inkább azoknak, akik a háttérbe dolgoznak. Mert hogy én azt gondolom, hogy 500 tettekkel ez így elketyeg. Mert ugye, hogyha mondjuk nagy koncerteket lehet tartani, akkor azok az emberek is pénzhez jutnak, úgymond akik eddig nem. Például ugye, akik fényeket kezelik, a technikusok és a többi. Flor Tomi, a Well Hello tagja szerint sem meglepő a döntés, csak igazságtalan. Azt mondjuk vártuk volna, hogy esetleg bejelentik, hogy jó, akkor foci se lehet, de úgy tűnik, hogy a focinak van valami gyógyító ereje, ami miatt ez a mégiscsak jó, hogyha mennek az emberek. Korábban Gulyás Gergely azt mondta, foci meccs és koncert között az alkoholfogyasztásban van a különbség. Megkérdeztük, tárgyalta arról a kormány, hogy esetleg foci stadionokban tartsanak koncerteket. Nem, a kormány azt tárgyalta, hogy az eddigi szabályokat szeretnénk fenntartani. És mit szólna ahhoz, hogyha stadionban lennének koncertek? Hát alkoholfogyasztás mellett, vagy anélkül? Hát így is, úgy is. Egyik esetben sem támogatom, illetve a jelenlegi szabályok fenntartása az, ami pillanatnyilag megnyugtató megoldásnak tűnik. A miniszter szerint a mentőcsomag részleteiről, így arról is, hogy kik és mennyiért tarthatnak garázskoncerteket, a Magyar Turisztikai Ügynökség dönt majd.